Igen, tessék, én vagyok. Parancsolj, méltóságos uram. Hát bizonyára okod volt rá. Mit kellene tudnom? Az országot még ma megszállják a németek. Ott vagy a készüléknél, Arnold. Itt vagyok, kérlek, itt vagyok, de biztos tényt közölsz, vagy... Nem reménykedhetünk semmiben. A vőm szólt ide alig pár perccel ezelőtt a HM-ből. Kérlek, én holnap reggel 9-kor bent vagyok az irodában. Ha el akarsz intézni addig valamit, érted, mire gondolok? Értem, értem, méltóságos uram. Nagyon szépen köszönöm. Szervusz, kérlek. Tiszteletem. Viszontlátásra, 9-kor én is benn leszek. Mi történt? Ki volt az? Karsdorfer. A németek megkezdték Magyarország megszállását. Ez lehetetlen. Itt semmi sem lehetetlen. Már hozzászokhattál, drágám. Londonból megküldték az útlevelet? Miért nem küldték? Megjöhet még? Megjöhet, szívem. De nem biztos, hogy használni tudjuk. Igen, tatárlakás. Römer vagyok. Elnézést, cégvezető úr, hogy vasárnap ilyen kora reggeli órákban zavarom, de megtenné, hogy ma este feljön hozzánk? Természetesen. Nem akarom telefonon terhelni a részletekkel. A fejleményeket úgyis tapasztalni fogja, mint kilép az utcára. Tehát este 7 órára várom. Ott leszek. Mindenre fel kell készülni. Tudod, hogy szeretlek. Tudom. Remélem, nem fogsz félreérteni, és nem fogod félremagyarázni. Mit? El kell válnunk. Nem. Formaságról van szó, természetesen. Hogyha a feleségem maradsz, zsidónak minősülsz. Ha elválunk, segíthetsz nekem, ha esetleg bujkálnom kell. Nem hagylak magadra. Pedig ez az egyetlen megoldás. És nem az, hogy a londoniakban reménykedünk. Majd útlevél helyett érkezik egy bölcs tanács táviratilag via Stockholm, hogy próbáljam kifizetni pengővel a gestapót. Már régen jár a fejembe, de mindig elkergettem a gondolatot. Együtt akartam menekülni veled. Bérelni egy kis házat a Genfi tó partján, és ott élni kettesben, amíg véget nem ér az egész szörnyűséges háború. Nincs jogom a sorsodhoz kötni az én szerencsétlenségemet. Eddig is önző voltam. 15 év. Ha elválunk téged, nem érhet bántódás. De ha nem, akkor esetleg magammal ránthatlak a pusztulásba. Ne, nem lehet, Arnold. Nem akarom ezen az áron. Éppen a 15 év jogán. Isten előtt mi sohasem válunk el. Mindig a feleségem maradsz, amíg élek. Jó reggelt. Jól
Hozd rendbe magad. Úgy hallom, a személyzet is felkelt már. Jogtanácsos úr, talán ő túl sötéten látja a helyzetet. Nem. Most következik az utolsó felvonás. És a tragédiákban, az utolsó felvonásban mindig sok a halott. Arra kérem, hogy a jövőben is úgy képviselje a cég érdekeit, mint eddig. Ha Kázdorfer méltóságos urat a helyén hagyják, álljon mellette. A méltóságos úr nem ért semmihez, de becsületes ember. És segítsen a feleségemnek is, ha esetleg bajba kerül. De jó, tanácsos úr, ez... Hát, ha... Ez úgy hangzik, mint egy végrendelet. Az. Bocsánat. Megkérem, hogy mint tanú írja ezt alá. Minden ingó és ingatlan vagyonomat feleségemre, Römer Arnoldnéra született Berlicki Olgára hagyom. Készséggel. Köszönöm. Jogtanácsos úr, mindenben számíthat rám. Mind ön, mind a nagyságos asszony. És hogyha talán bujkálnia kellene... Vagy el kell valamit rejteni. Hát ott az egész gyártelep. Apropó gyártelep. Találtam valakit két helyi Miklós helyére. A könyvelésben dolgozik. Csaplár Ágnes. Gondolja, hogy megfelel? Kezdő fél éve állt be, és így nincs áttekintése a dolgokról. Az az érzésem, semmibe se fogja beleütni az orrát. És a családja? Szegény munkás emberek, és színárja természetesen. Igen. Nagyon jó gondolat. Kérem az urakat, fáradjanak át az ebédlőbe. Tessék. Csaplár Ágnes kisasszony. Hallotta nyilván, miről van szó? A cégvezető úr csak annyit mondott, hogy a jogtanácsos úr hívott. Született 1924-ben. Novezámki. Cseh? Nem, csak édesanyám odavaló. Édesapám budapesti. Vallása? Mindenki. Az egész család nagyszülőkig bezárólag katolikus. Hol érettségizett Csaplár kisasszony? A gróf Zicsi Rafaelné kereskedelmiben. Apácák tanítottak. Mindvégig tandíjmentes voltam. Igen. Azt hiszem, hogy kitűnő. Nagyon kitűnő. Csaplár kisasszony, az igazgatóság nagyon meg van elégedve a munkájával, és ezért komoly és megtisztelő feladatot bízunk magára. Kéthelyi Miklós könyvelünk bevonul, egyelőre magát nevezem ki a helyére. Mennyi volt eddig a fizetése? 160 pengő. A megváltozott beosztásra való tekintettel a fizetését természetesen fölemeljük. 400 pengőre. Köszönöm, kisasszony, és jó munkát kívánok. Nagyon szépen köszönöm a bizalmat. Igyekezni fogok megfelelni. Nem nagyon tapasztalatlan ez a kislány. Rendben van. Közölje vele írásban az előléptetést, és írassa alá Kázdorfer méltóságos úrral. Megint keresték telefonon. Ugyanaz a hang. Megjött a posta. A banktól is. A kisasszony nevére. Összedőlne a világ, ha egy nap kimaradna? Új ajokkal ég az újkor, nékünk is zeng szű barát. A szép igaz, s az igaz szép. Sose áhítsatok mást. Nincs főbb bölcsesség.
Kemenes Tibor urat keresem. Na ide figyelj, kislányom. Holnap bemész az igazgatóhoz is. Megmondod neki, hogy köszönöm szépen, de én ezt nem tudom csinálni. Megértetted? Az oroszok már itt vannak a tatárhágónál. És amikor az urak nagyon osztogatják a rangokat, akkor nem jó kérni belőle. Dehogy mész. Nem mész sehova. Az én életemet már tönkretetted. Mit csináltam? Más férfi cukrássüteményt vett a feleségének. De én nem mertem két tojást venni. Pedig 3 fillér volt párja. Na elég legyen ebből. Hát kikapott munkát a válság idején, mi? Gyalog jártam Pilisvörösvárra a bányába. Zsákoltam éjszaka. Havat lapátoltam, csak hogy iskolába járatasd a lányodat. Hát mit kellett volna még tennem, mi? Semmit. Az Isten itt neki. Már itt lehetnének ezek az oroszok. Legalább vége lenne ennek az egész rohadt. Akkor itt kommunizmus lesz. Hát akkor az lesz. De apa, ha te így beszélsz, akkor te hazaháruló vagy. Fogd be a szád. Úgy, kisfiam. Szóval ezt tanulod a te hülye Levente oktatódtól. Hát akkor menjél. Jelents fel. Az állást nem adom vissza. Ezért tanítottam. És különben is most rendesen megfizetik. Amíg a háború tart, élnünk kell valamiből. Én nem haragszom rá, de nem értem, miért jött úgy dübe. Mert fél. Fél? 19-ben vörös katona volt. Na és? Nem bántották, de most nem lehet tudni, ki kezd el piszkálódni. Ugyanannyi nem lesz semmi baj. Most mondták be, hogy Magyarországot is bombázni fogják. Büszke vagyok magára, Ágnes. Olyan váratlanul ért. Csaplár Ágnes főkönyvelő, pedig a főkönyvelők nem szoktak ilyen szépek és ilyen fiatalok lenni. Köszönjük. Köszönjük. Fogadja szerény hódolatom jeléül. Jézusom, bukol a cím és a rang előtt. Köszönöm. Én csak az érdemet ismerem el. Hát még ha az érdemhez szépség is járul. Zavarba hoz, Tibor. Kioktatták már a teendőire? Nem kellett engem kioktatni. A Hollerit könyvelési rendszer a kis ujjamban van. És mit mond az a szép kis ujja? Hogyan síbolják ki a Römer vagyont Angliába? Angliába? Oda hát. A maguk jogtanácsosának az unoköccse Londonban él. A stockholmi kirendeltség, ahová a cég azt a rengeteg árut szállítja, azonnal továbbít mindent Londonba. Az áru ellenértékét 6 hónapon belül át kellene, hogy utalják, de nem utalják, hanem folyton halasztást kérnek a deviza beszolgáltatására. Még szerencse, hogy én vagyok az ügy referense a bankban. Ne féljen. Maga csak hagyja, hogy minden menjen a megszokott úton. És különben is. Mire az egész kiderül? Egy kávét? Vagy egy konyakot? Nem, így is kavarok velem a világ. És mit csinálnak a háború után azon a rengeteg pénzzel? Ha Römerék akarják, a háború után visszajöhetnek ide. A gyárat eladhatják, a pénzüket kivihetik Londonba. Egy győztes állam polgárai. De hát Magyarország érdekei. Ugyan már, Ágnes.
Ha a Römerék nem csempészik ki a gyártermékeit Londonba, a németek visznek el minden szöget. És az kinek jó? És én még arra gondoltam, hogy a haza. Tudjátok-e, mi a haza? Az a hajlék, ahol születtünk. Bárhová visz szerencsétek, ezt a hazát szeressétek. Most kérek egy konyakot. Mire ígyunk, a békére vagy a boldogságra? Vagy nem áruljál? Kisasszony! Igen? Két dupla konyakot. Nem volna kedve szombaton eljönni a Zeneakadémiára? Boldogan. Thomas Mann, a nagy német szellem. Örömet elég benne. Parancsoljanak. Köszönjük. Az új főkönyvelő egészségére. Talán átadnám az én íróasztalom a Csaplár kisasszony. Nekem jó lesz itt is. Mégis jön a könyvelés vezetője. Köszönöm. Jó lesz nekem a magamé is. Kezüket csókolom. Kérem, Jolika, ellenőrizze ezt a kimutatást, aztán szépen le kell másolni 6 példányban, és átküldeni a banknak, jó? Jó. Ne szemtelenkedjen, Emilio. Meg lesz, de nem kell sietni. Nem kerget a tatár cégvezető úr. Kérem szépen, ha megbiltóztatik engedni, megmutatnám, ki mit csinál. Köszönöm, Lustig úr kedves, de tudom, kinek mi a munkája, majd én megnézem, mit csinálnak. Azt ugyan megnézheti. Méltóztasson parancsolni. Kérem, Jóli, tételesen ellenőrizte a kimutatást? Az a maga dolga. Téved, Dobrai kisasszony. Mutattam már. Mit? Jaj, de gyönyörű, honnan van? Peti küldte. Szép. Ne mondd. Képzeld, szombaton este meglátogatott egy zászlós. Mesélte, hogy Peti bajuszt növesztett, és előléptették főhadnaggyá. Megkérhetném a kartársakat, hogy munkaidőben foglalkozzanak a munkájukkal is. Miért olyan fontos magának az a kimutatás? Mit idegeskedik? Sürgősen szaporítani akarja a Römer vagyont? Mit gondol, meddig tart még ez a vircsapt? Emilio, mit szól ehhez? Nem érdemes húzakodni ezzel a szédült tyúkkal. Nem látja, Jolika? Se lát, se hal, amikor megjelenik a posta Kemenes úr levelével. Ne féljen, hamarosan vége lesz ennek a Römer-féle vircsaftnak, ahogy maga mondta. Honnan tudja? Nekem elhiheti. A sógorom a szállási titkárságon dolgozik. Nem leszek én folyton ennek a vacak irodának a légófelelőse. És miért mondja el mindezt nekem? Mert úgy érzem, hogy maga is közénk tartozik. És még sose találkoztam olyannal, aki úgy tetszett volna nekem, mint maga, Jolika. És azt hiszi, hogy hanyat dobom magam a sógorától, Emilio. Nekem vőlegényem van, aki az orosz fronton harcol a bolsevizmus ellen. Csak hogy én imádom magát, Jolika. Sokkal jobban, mint a vőlegény, és el is akarom venni feleségét. És azt hiszi, hogy majd itt fogunk éldegélni szerelmesen. Mert a mamája ki is dobna a házból. Az is egy ház. Ez nekem saját lakásom, saját villám. Majd meglátja, csak várjon. Rendben van, majd ha meg lesz a villa, szóljon. Nem fogom elfelejteni. Csak arra kérem, ne beszéljen erről senkinek. A megbízatásom szigorúan titkos. Römer Arnold igazgató? Igen, én vagyok. Mit óhajtanak az urak? Főkapitányság. Politikai osztály. Szíveskedjék velünk jönni. Kérem. Tatár cégvezető úr, távol létem alatt ideiglenesen vegye át a cég ügyeinek vezetését. Igenis. Viszontlátásra, vezérigazgató úr.
lakás. Halló, tatárcég vezető. Kérem a nagyságos asszonyt. Nagyszerűen viselkedett. Mint egy igazi magyar úr. Sohasem gondoltam volna, hogy annyi lelki erő van benne. Köszönöm, Etelka, elmehet. Köszönöm. Lelki furdalásom van, György. Ne legyen. Szeretjük egymást, Olga. Az elmúlt évek alatt nem volt lelkiismeret furdalásod? Nem volt. Nem? Most van. Ez egy egészen más szituáció. Elvitték, és lehet, hogy nem látom többet. Borzasztó. És ő tudta. Megmondta előre, megérezte. Nézd, de mindent el fogok követni. Jobban szerettem, mint gondoltam. Nagyja, ez részedről nem szerelem volt. Jó volt hozzám. Mindent megadott nekem, minden kívánságomat teljesítette. Tudod, hogy varró lány voltam. 25 évvel idősebb nálad. Ez már nem szerelem. Sajnálod, hálás vagy neki. Holott ő lehetne hálás neked. Neked szerelemre van szükséged. Szép vagy, fiatal vagy. Mi lesz, ha nem jön vissza? Nem tudom, hogy mi lesz. Minden esetre be kell adnod a vállókeresetet. Mi már mindörökre összetartozunk. Ne, György, kérlek, hagyj! Olga! Nem akarom! Bocsánat, nem csaplár Ágnes véletlenül? De igen. Kemenes Tibor küldött. Bocsánatot kér, de nem tudott eljönni. Behívót kapott, sas. Együtt vonulunk be. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Dr. Poltavai Ádám, orvos vagyok. Örvendek. Egyébként én örömmel meghallgatom magával a koncertet, ha a hír után van még kedve hozzá. Nem tudnék odafigyelni. Honnan indulnak? A Józsefvárosi pályaudvarról, holnap reggel. De csak Szolnokra megyünk. Minden hétvégén kapunk engedélyt a hazautazásra. Egyébként én fogok vigyázni Tibor testi épségére. Elvégre az orvosi diplomám erre szól. És Tibor miért nem jött el? Természetesen a családja miatt. És maga? Nekem nincs családom. Ó, bocsásson meg. Mindig az utolsó pillanatban rohan. Néhány fillér szegény hadirokkannak. Köszönöm. Nem akar kijönni velem a pályaudvarra? Találkozhat Tiborral is. Egyébként azt hiszem, egy kissé csalódni fog. Nem lesz katonazenekar, nem tűzik a virágot a lányok a csákó mellé. Mi baja van? Semmi. Maga beszél így, egy tiszt? Azt hiszem, a világon sehol sem sírnak annyit az emberek, mint az állomáson. Emlékszem, anyám nővére kivándorolt, 3 pici gyerekkel vágtak neki a nagy útnak. Az urától kapta a hajójegyet Ausztráliába. Édesanyám és én kísértük ki őket a vasúthoz. Jöjjön, menjünk! Jöjjön, üljünk le! Két ember ide! Nem lesz semmi. Segítsen maga is neki! Vigyázz!
Ágnes! Ágnes! Beszél Tiborral? Nem. Nem is akarok. Nem ismeri Tibor szüleit? Az a lány a testvére. Na várjon, szólok neki. Igazán kedves, köszönöm. Mozogjanak. És tőlem nem búcsúzik el? Jöjjön haza szerencsésem. Vigyázzon magára, Ágnes. Még látjuk egymást. Tibor, várnak. Ágnes. Meg akartam ettől kímélni, de nagyon örülök, hogy eljött. Ne szomorkodjon. Nem biztos, hogy oda veszek. A napokban olvastam egy statisztikát a 30 éves háborúról. Az 30 évig tartott, és volt, aki túlélte. 30 év múlva én még csak 57 éves leszek. Ne szomorkodj. Akkor nem tudok értelmesen beszélgetni. Beszélgetni? Igen. Például, hogy vigyázzon magára. A fene tudja. Szívesebben mennék egy világkörüli útra hajóval vagy vitorlással. Romantikusabb. Bár biztos kényelmetlen. Nagyon szeretném látni a tengert. Én is. Rendben van. Magammal viszem, mint hajósilast. Persze csak a jó kislány lesz, és nem sír. Vigyázok magamra. Vigyáznak rám a levelei. Jó volna olyan világban élni, ahol mindenki olyan, mint maga. De az öreg Isten elrontott valamit, amikor az eget és a földet teremtette. Ne beszéljen így az Istenről, mikor a harctérre megy. Isten áldja. Isten vele. Akkor talán parancsoljon. Méltóságos uram, ez a kiválóan felszerelt üzem, ezekkel a kiváló munkás kezekkel, ezzel a nagyszerű műszaki vezetőgárdával, miért nem vett részt eddig a háborús erőfeszítésekben? Kérlek, őr nagy úr, a háborús erőfeszítések nem kizárólag a hadfelszerelések és a fegyverek előállításából állnak. Mert például, ha nem pontos a mezőgazdasági gépellátás, az sem segíti elő a háború folytatását. Egyébként, ha pontosabb felvilágosítást kívánsz, talán Csuti főmérnök úr. A gyárnak kiterjedt exportpiaca van semleges országokban. E piacok megtartása onnan az ország számára nélkülözhetetlen nyersanyagok, késztermékek beszerzése elengedhetetlen. Ezen a szemléleten változtatni fogunk. A harcok a határainkon folynak. Ilyen hadi helyzetben le fogjuk állítani az exportot. Bármennyire fontos is. És kizárólag hadi eszközök gyártására állunk át. Mióta dolgozik ön a gyárban? 15 éve. Tehát mindent ismer a gyárban. Úgy szólván.
Szíveskedjék 3 napon belül írásos előterjesztést tenni a gyár teljes átállításáról. Elnézést, őrnagy úr, ezt csak akkor tudom megtenni, ha pontosan tájékoztatnak arról, hogy milyen igényeket támasztanak velünk szemben. Rendben van. A HM-től meg fogja kapni a szükséges támpontokat. Miután megkapta, mennyi időre van szüksége? Az átállásra vonatkozó javaslatok kidolgozása legalább 2 hét. A gyakorlati átállás ennél jóval több időt vesz igénybe. Az új termékek megtervezése, a szükséges anyagok beszerzése, ami a mai időkben ugye nem könnyű dolog. Az új technológia kidolgozása, a munkások betanítása, mindez rendkívül időigényes. Rendben van. Majd ellenőrizni és egy kicsit siettetni fogjuk a dolgokat. Ön, Tatár cégvezető úr és Karsdorffer méltóságos úr fognak felelni mindenért, ami a gyárban történik. És ne feledkezzenek meg róla, hogy mától fogva első osztályú hadűzem vagyunk. Önök helyben mozgósított katonák. Én pedig a gyár katonai parancsnoka vagyok. Mi az ön rendfokozata? Zászlós. Nos, zászlós úr. Mindenfajta ellenséges megnyilvánulás. A termelés érdekeinek figyelmen kívül hagyása. Hadbíróságra tartozik. Meg vagyok értve? Hát akkor talán. Köszönöm. Változások lesznek, főmérnök úr? Hát, lesznek. Lesznek, később talán még nagyobbak is. Azt hiszem, legjobb lesz, ha az alkatrészgyártásban vállalunk szerepet. Mit gondol, nehéz lesz az átállás? Hát, főmérnök úr, ez nem lesz könnyű. Mi ugye elsősorban finomöntvényekkel foglalkoztunk. Biztosan több lesz a selejt, mint eddig volt. Több lesz a selejt? Gondolom, fölmehet a bruttó 30%-ára is. Ugye fura dolog ez az alkatrészöntés. De hát magának magyarázzam, aki már 10 éve csinálja. Ugye, hogy 10 éve? Pontosan 10 éve. Maga ne tudná, hogy az a feneség ezeknél az alkatrészöntvényeknél, hogy sok bennük a rejtett hiba. Nagy baj lenne, ha pont akkor törne, amikor a tank már kint van a fronton. Hát, az bizony megtörténhet, főmérnök úr. Figyelmeztetem, hogy mától fogva mindenfajta ellenséges tevékenység a hadbíróságra tartozik. Meg vagyok értve? Engem nem lehet innen kitenni. Én kivételezett vagyok. Az én férjemnek 2 vitézségi aranyérme van az első világháborúból. Tartalékos főhadnagy. Engem nem lehet innen kitenni. Fogja a cokmokját és tűnjön el innen, még mielőtt magát is elviszi a gestapó. Aztán megnézheti magát a 2 vitézségi aranyerével. Itt írja alá a felmondását, hogy tudomásul vette. Fogja be a száját. Épp ideje volt már, hogy érvényt szerezzenek ennek a rendeletnek. Tucatjával bújtatták itt magukat. Én nagyon örülök, Csaplár kisasszony, hogy maga került ide. Maga rendet fog tartani. Mert akár van háború, akár nincs, a könyveknek rendben kell lenni. Hát, minden jót, Csaplár kisasszony. Isten önnel, Lusztik úr, Istenben. Szegény ember. Lustig úr nem ember. Lustig úr zsidó. Palánkai, végezz a munkáját. Maga nekem nem parancsol. Tudtam, hogy én vagyok a főkönyvelő. Nézzenek oda. Az előbb még hogy fuvolázott ezzel a féreggel. Az a bányász, akit tegnap megöltek Somosbányán, mert a katonai parancsnok közéjük lövetett. Nem volt zsidó. Ennyi, Csaplár kisasszony. Szép kis gondolatai vannak. Teljesen megfelelnek a quadragesimo anno szellemének. Szabadna tudnom, az mi?
Pápai enciklika a tőkések és munkások közötti béke érdekében. Az a pápa is rosszul végzi, aki ilyeneket ír. Zsidó Bérenc. Jaj, de jól esik egy kis friss levegő. Annyit sikerült csak megtudnom, hogy a doktor urat a gestápó vette át, és pillanatnyilag semmi remény sincs a kiszabadítására. El nem tudom képzelni, hogy mit akarhatnak tőle. Mit akarnak? A Römer vagyont akarják. A céget akarják. Azt akarják, hogy adja át nekik az általános mezőgazdaságét. Pedig tudhatják, hogy nem az övé. Nem, nem adjuk fel a remény dolga, drágám. Tessék! Nagyságos asszony, kérem, két úr keresi. Römer Arnoldné? Tessék. Parancsom van rá, hogy előállítsam a főkapitányságra. Ott tartanak? Jobb, ha egy-két holmit magával hoz. Értem. Egy pillanat. Dr. Tatár György vagyok, az általános mezőgazdasági gépgyár cégvezetője. Tudna valamit mondani arról, hogy miért állítják elő a nagyságos asszonyt? Árja származás. Römer Arnoldhoz semmi köze. Benyújtotta ellene a vállókeresetet. Igen. Odabent majd mindent előadhat a nagyságos asszony. Igen. Tatár úr, kérem, a kulcsok. Legyen szíves, bocsássa el a személyzetet. Isten vele. Olga, nagyságos asszonyom, ne veszítse el a bátorságát. Én mindent el fogok követni. Isten. Jó estét, cégvezető úr!
palánkolj. Én bizony, személyesen. Szép kis villa, mi? Kéne a cégvezető úrnak. Hogy kerül ide körzetvezető testvér? Ahogy maga, zsidó Bérenc. Maga megőrült, ezt kikérem magamnak. Megtetszett nekem ez a vityilló. Nem eladó. Arra számít, ugye, hogy a szép Olga megözvegyül, és a vagyonnal együtt magához megy feleségül. Tatár úr, mi akarjon egyszerre két vasat tartani a tűzbe? Ha mi kezet fogunk, sok mindenre képesek vagyunk. Mit akar? Fel akarok költözni ide a Svábhegyre. Jó itt a levegő. Tudok egy villát. Elsőrendű építmény. Remek, akkor maga oda megy. Ez lehetetlen, ismerős. Ilyen érzékenyek vagyunk. Ki a tulaj? Egy bizonyos doktor Barta. Orvos. Zsidó. Mérusz Barta. Egy, kettő. Most! Gyerekek! Minden van ebben a házban! Először szalonnás rántottát kaptok, utána vegyesbe főzte. Jó? Nagyon sajnálom, hogy nem tudsz eljönni, Béla bátyám. Nagyon szép, mert meglátod. És még egyszer köszönöm szépen, hogy... És remélem, hogy nem fogsz a jövőben sem megfeledkezni rólam. Köszönöm szépen. Azt kérdezi a sógorom, hogy meg vagyok elégedve. Ezt nem lehet mondani. Nem vagyok én nagy igényű. Hát, nagy úr, kérlek, légy szíves, szállj le a hintalóról. De ön, nagy úr, kérlek, ez nálunk családi hagyomány. Három ősöm és a lovasságnál szolgál. Akkor most... áthelyezlek az élelmezési oszlophoz. Dobrai Jolánka parancsnoksága alá. Julika, igazán nagyon kérdezem. Szívesen kérlek. Hoppá! Inni való? Vigyatok, legyen mindenki. Tessék, itt van. A málnasokhoz nem inni való, az ragaszt. Nincsen nagy üveg. Akkor, szíves töltsél már nekem is egy akkor, kérlek, te mint orvos nyilatkozzál, hogy a orvos Jakol, iható-e? Ezt a iható! Iható! Szintelen? Szaktalan. Úgy van. Folyadék. Szintelen, szaktalan. Iható? Ellenes közérzetet. Akkor irány a rendelő. Elődön a vezér. Ki a vezér? Eldönt, te tényleg orvos vagy. Mi az, hogy orvos? Igen, bizony, mondom neked, hogy orvos vagyok a Szent Katalin nevű kórházban. Miért hívnak téged Eldönnek? Az egyszerű Eldön nem is jó neked. Jaj, te hülye Emiliód azok az. Én teljes nevem Zsille Elemér Ödön, de én csak úgy írom Zsille E. Ödön. És tényleg tudsz fogad húzni? Isten bizony, tudok. Húzzál fogad, Eldön! Nem akarok! Húzzál fogad! Nem akarok! Eldön, ha a hölgy azt mondja, hogy húzzál fogad, akkor te húzzál fogad, rendben van? Nem! A Bartán a zsidó foga van? Ne húzzátok a fogamat! A Bartán már régóta hagyta valahol a fogát. Viszont a házmester lakásban ott maradt a felesége, neki is van foga! Nem, én nem gyerünk. Akarok! Gyere, gyere, már húzzál fogad már, gyere! Olyan furcsa, hogy itt a férfi.
Olsen, gyere! De ez az én házamban. Mit szólsz ehhez, Jolika? Emilio, én nem maradok itt, félek. Meglátod, ez szerencsétlenséget jelent. Jaj, de nagyon nagy eset. 4 zsidóval kevesebb. Gyuri bátyám, csak nincs valami baj. Csaplár kisasszony? Igen. Ne menjen be a gyárba. Palánkai följelentette magát, és Szűcsőr nagy le akarja tartóztatni. Mondja, az Isten szerelmére miért nem tudja tűrtőztetni magát? Palánkai kezdte. És különben is a Quadragesimo anno pártját fogja az üldözötteknek. Maga nem a pápa. Az ember tanulja meg, hogy mikor és hol kell tartania a száját. Biztosan van valaki, akinél meghúzhatja magát egy időre. Minden jót. Minden jót. Itt lakik Csaplár Ágnes kisasszony? Igen, miért? A gyárból jövünk, a mezőgazdasági gépgyárból. Szűcs István őrnagy úr katonai parancsnok utasítására elő kell állítani Csaplár Ágnes kisasszonyt, mert a mai napon nem jelent meg a munkahelyén. Nem jelent meg? Nem. De hiszen reggel azzal ment el, hogy a gyárba megy. Nincs itthon? Nincs. Ha hazajön a kisasszony, tessék megmondani neki, azonnal jelentkezzen a parancsnok úrnál. Majd megmondom. Isten vele. Jó egészséget. Hallottad? Szent Isten. Mi történhetett? Ne haragudj. Megkérdeztem a papát. Azt mondja, nem lehet. Ma éjszakára se. Holnaptól majd találok valamilyen megoldást. Sajnálom. Tudod, van egy rendelet, hogy nem szabad senkit se befogadni egy éjszakára se. Csaplár. Kézi csokolom, András néni. A gyere, kis fiam, gyere. Drága kislányom. Kati, Katikám, vendéged van. Ágnes. Szervusz. Na hát, ez kedves tőled. A legjobbkor jöttél, ha szereted a sült krumplit. Imádom. Ács István doktor van bent, a vőlegényem. Előtte nyugodtan beszélhetsz. Honnan tudod, hogy baj van? Gondolom. Évekig felétek se néztem. Éppen ezért gondoltam. Elfogyott. Hozok még egy kis teát. Köszönöm. Nyugodjon meg, nem fogják körözni. Kis ügy ez. Próbáljon meg elhelyezkedni máshol. Hol? Hát például mi nálunk a divatszalom, a gáfai méltóságos asszonynál. Haza most nem mehetsz. Nagyon fognak aggódni. Holnap elmegyek hozzátok. Éjszakára itt maradsz és velem alszol. És ha légitámadás lesz? Akkor fennmaradunk a lakásban, és Istennek ajánljuk bűnös lelkünket. És a doktor úr? Én teljes és törvényes biztonságban élek. A Szent Katalin kórház orvosa vagyok, szabad? Tessék. Reggel 6-kor szabályosan bemegyek a munkába,
A lakásom sincs messze, itt lakom a kis szobában. Erzsébeten lakott, kibombázták. Szívesen lennék főbérlő, de Kati nem akar feleségül jönni hozzám. Játszunk valamit. Most? Mondjuk évfordulóst. Mondok egy számot, például 7. Utána mindenki elmondja, mit fog csinálni mához 7 évre. Olyan évszámot mondjatok, amit én is megélhetek. Jó, 10. Tehát figyelem, indul az időkerék. 1954. október. Mit fog csinálni anyu? Ülök a karosszékben, és sapkát horgolok az unokámnak. Melyiknek? Még csak egy van. És te, Ágnes? Én? Ülök az íróasztalomnál. Előttem nyitva az ablak. És látom a tengert. A tengert, a Rottenmiller utcából. Én mindig látom a tengert. Egyszer talán majd igazából is. És könyvet írok. Milyen könyvet? Orvosit. Orvosit? Mindig orvos szerettem volna lenni. Gyógyítani az embereket. És nem akar férjhez menni? Te jó Isten! Tibor levelei! Kati, el kell mennem! Ilyenkor mindjárt bezárják a kapukat. Mindjárt odaérek, és sietek vissza! Ez mindig így szokott lenni. Hát csinálják meg. Egy pillanat, palánkai. Felgyújtom a villanyt. Minden rendben. Lefújás után mindent rendbe tettünk. Igen, látom, minden rendben. És ez az ajtó? A vészkijárat. Egy raktárhelyiségbe vezet. Mivel ez nyitva? Zárva kéne lenni, nem? Igen. Nyitva felejtettem.